A szúnyog szezon kora tavasztól ősz elejéig határozzuk meg, ez a klímaváltozásával egyre inkább kitolódik. Minél nagyobb meleg és száraz időszakot élünk meg, annál tovább tart a szúnyogok szezonja is. Magyarországon mintegy 50 szúnyogfajjal találkozhatunk, de megjelentek az idegenhonos úgynevezett inváziós fajok is. Jelenleg Ázsiából érkeztek hozzánk, de Európa más országaiba megjelentek már afrikai eredetű, vagy akár Észak-Amerikából érkezett szúnyogok is. Ezektől nem félni kell, hanem megfigyelni őket, felkészülni az általuk jelentett esetleges nagyobb egészségügyi kockázatra, ugyanis azáltal, hogy idegen országokból, idegen területekről, akár trópusokról érkeznek hazánkba, akár hozhatják magukkal ezeket az egzotikus betegségeket is. Ezektől Magyarországon még nem kell tartanunk. A megjelenő idegenhonos szúnyogfaj nem feltétlenül hordozza az egzotikus betegségeket. Azok megjelenhetnek úgy is, hogy a hazaérkező turisták behurcolják, mint például a maláriát. Ezt időben jól meg lehet gyógyítani, ezzel a szúnyog általi továbbfertőződés meggátolható. A szúnyogok ellen a legjobb védekezés a megelőzés. Az idegen honos fajaink kimondottan ezeket a kis úgynevezett konténereket, kis vízgyűjtő edényeket keresik fel szaporodás céljából, tehát akár mennyire is azt várjuk, hogy központilag oldják meg a szúnyog problémát az országunkban, sajnos az a helyzet, hogy mi magunk tenyésztjük őket a kertjeinkben, tehát ha ezeket a kis vízgyűlemeket szisztematikusan felszámoljuk, megakadályozzuk, hogy ezekben fejlődjenek a szúnyogok, akkor már egy nagyon nagyot léptünk az irányba, hogy ne szaporodjanak, ne legyenek sokan a kertünkben. Ha mégis vizet szeretnénk gyűjteni a kerti hordóba, akkor egy szúnyoghálóval le kell takarni a felületét. Repellenes sprét, szúnyogriasztó készüléket, szúnyoghálót használjunk, házi kedvenceinket pedig gyakoribb szűréssel védjük a betolakodó szúnyogok ellen.